Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép tavaszi délutánon. Külön szeretnék köszönteni nagy tisztelettel körünkben megjelent Vantara Gyula országgyűlési képviselő urat. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a képviselőtársakat, televízió nézőket, hivatal munkatársait, edzőasszonyt, aljegyzőasszonyt, és a mai munkát, a mai képviselőtestületi ülést egy rendhagyó, illetve képviselőtestületi ülést megelőzően egy rendhagyó sajtótájékoztatót tartanánk országgyűlési képviselő úrra, melynek a témája és célja az, hogy a 2016-os központi költségvetést egy picit bemutassuk. A napokban igaz április vége van, áprilisnak az utolsó napja, de a jövő évre nézve már pozitív hírek érkeztek el hozzánk ide Kondorosra, illetve képviselő úr is pozitív hírekről fog tudni nekünk beszámolni a 2016-os költségvetést, központi költségvetést, illetően Magyarország központi költségvetését, illetően. Annyit el tudunk mondani már, hogy a tervezet szerint és a jó hírekben az, hogy a 2016-os büdzsé az adócsökkentés költségvetése lesz. Az elmúlt 5 évben bebizonyosodott, hogy Magyarország 2010-ben kezdett reformjai működnek, és a kabinet az adócsökkentés kormánya lett. Magyarországon a gazdasági növekedés stabil, az ország iránti bizalom egyre erősödik, és ezért lehetőség van további adócsökkentésekre. Ezért joggal mondhatjuk azt hiszem azt, hogy a 2016-os büdzsé, amint elmondtam, az adócsökkentés éve lesz. Adócsökkentés költségvetése lesz, bocsánat. És ez az adócsökkentés, hogy lefordítsuk ezt egy picit Kondorosira és közérthetőre, ez a Kondoros városában élőknek egy újabb segítséget jelent és jelenthet. Cél ezzel az, a kormányzatnak az a célja, hogy mindenki egy fokkal, egy picit jobban élhessen, mint gondorosi lakos, mint vállalkozó, ezáltal fejlődhet a településünk, a megye és ezáltal Magyarország is. Én egy pár szóban szeretném azt elmondani, hogy milyen adócsökkentési tételek várhatók ebben a 2016-os központi költségvetésben. Személyi jövedelemadó tovább csökkent 16%-ról 15%-ra. Mindemellett elmondható az, hogy a kormányzat törekvése, hogy ez az SZIA kulcs, ez egy számjegyű legyen. Ezt reméljük, hogy minél hamarabb ezt a célt el fogja érni a kormányzat. A családok terhének csökkentése 2010 óta változatlanul folyik. Ez a családi adókedvezmények csökkentésével, rezsicsökkentéssel, illetve a devizahiteleknek a forintosítással, illetve ezen kérdéskör megoldásával indult el, és azóta változatlanul tart. 2016-tól tovább nő a két gyermekes családi adókedvezménye is. Ez azt jelenti, hogy jelenleg érvényesíthető 10.000 forint 20.000 forintra nő gyermekenként. A személyi jövedelemadó csökkentés és a családi adókedvezmény növekedés azt jelenti egyértelműsíthetően, hogy a kondorosi polgárok, családok és a magyar emberek zsebében egyre több pénz marad, több pénz realizálódik, amit mindenki a saját környezetében, településén tud elkölteni. Én szeretném, illetve még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, ami szintén egy csökkentés, adócsökkentés, az nem más, mint a sertéshús áfájának csökkentése, ez viszont 27%-ról 5%-ra csökkenne. Mint ahogy elmondtam a korábbiakban, ez az a cél ezzel, hogy a gondorosivá tegyem egy picit ezt a sajtótájékoztatót, a gondorosi polgárok zsebében több pénz realizálódjon. Ezáltal a több pénz és több forrás jut a családokra, amit akár most gondorosan a legfontosabb
az útépítés, és az útépítést az önkormányzat lakossági összefogással együtt és karöltve próbálja megoldani. Akár ez a családok zsebében realizálódott pénz, ez akár fordítódhat az önkormányzattal közösen az útépítési lehetőségek keresésére, illetve magára az útépítési feladatok megoldására. A másik fontos dolog, és úgy gondolom, hogy ez is gondorosiakat kellőképpen és megfelelően érintheti, ez pedig a sertéshús áfájának a csökkentése, amellyel az a kormányzat célja, hogy a sertéshús keresletet megnövelje, megnövekedjen a fogyasztás, a megnövekedett fogyasztás által pedig egy fogyasztás mögött egy megnövekedett és felélénkült termelés áll, ami úgy gondolom, hogy a kondorosi termelőknek, mind mezőgazdasági területtel rendelkezőknek, mind pedig állattenyésztéssel foglalkozóknak ez egy igen fontos dolog. Főleg úgy, hogyha a mezőgazdasági területen saját háztáiban megtermelt terményeket fel tudják etetni a sertésekkel, és ezeket a sertéseket feldolgozva pedig el tudják adni. Ezzel a kormányzat célja az, hogy fellendítse a sertéshús forgalom kereskedését, és ezáltal a termelést is. Én ennyit szerettem volna röviden elmondani és bevezetőül elmondani. Én szeretném átadni a szót országgyűlési képviselő úrnak, aki részletesebben kifejti a 2016-os központi költségvetésnek a adócsökkentéseit. Képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt Jenző asszony, tisztelt testület. Polgármester úr elmondta azokat a fő vonalakat, amelyek a kondorosi polgárok, de Magyarország valamint polgára számára a jövői költségvetésből leszűrhetők, és a egyszerű nyelvre lefordítva érthetőbbé válnak, és napi szintre is lefordíthatóvá válnak. Itt a sertéshús áfáról esett szó, illetve a családoknál maradó jövedelmek, többletjövedelmek készülés, így akkor a rezsicsökkentés és a deviza problémáknak a megoldása, ami ugye napjainkban most már valóban látszik a fény az alagút végén, hogy szokták mondani. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot mondjak csak el, hiszen ez volt a cél, a sajtótájékoztató, illetve a tájékoztató célja, hogy igyekezünk közérthetőbbé, a mindennapi élet számára foghatóvá tenni ezeket a kérdésköröket. Ami az önkormányzatot illeti, egy állami költségvetés, mert joga vetődik fel a kérdés, hogy miért kell 2015 május elején vagy április végén 2016-os költségvetésről beszélni. De azt hiszem, gyakorló polgármesterként is mondhatom, hogy az év első hónapja mindig azzal telik, hogy a kijött rendelkezések, végrehajtási utasításoknak a egy hónapig történő böngészése volt a gazdasági részlegű feladata mindig, hogy milyen normatívák és hogyan alakultak. Ha ezt hamarabb tudjuk, legalábbis főcsapás szinten hamarabb tudjuk meg, akkor ez mindenképpen jó. Az általános indok pedig az, hogy minden adat, amely a következő évi tervezés megállapítása szükséges, az általában április-május végére jön ki, statisztikai adatokra gondolok, így egy megalapozottabb költségvetést lehet készíteni, legalábbis a főszámaiban, amit a parlament jóvá fog még a nyári időszak végéig, vagy a tavaszi időszak végéig hagyni. Ebből következik, hogy egyszerű a tervezés. Egyszerű a tervezés, hiszen tudni fogunk már önkormányzati szinten néhány olyan számot, ami a gerince lesz a 16-os költségvetésnek, így jóval megalapozottabban lehet elindítani egy 2006-os tervezést. Itt arra gondoljanak, hogy minden év ugye egyel csúszik, tehát a 14-es évről fogunk igazán jó beszámoló adatokat kapni, és a 15 első negyedévéről. A költségvetés készítését mindig megalapozottan éri az a vált, hogy decemberben rohan munkában történik meg aztán a végső számok elfogadása. Ezt igyekszik ez az egész előrehozott rendszer enyhíteni és ezeket a problémákat kezelni. Gyakran éri az a vált, hogy az országos költségvetést sokszor kell módosítani. Önök nagyon jól tudják, hogy az önkormányzati költségvetést időnként kötelezően szükséges módosítani. Általában negyedévenként, vagy az első fél év után, és aztán negyedévenként, hiszen
változnak a feltételek, egy országos költségvetésnél ez ugyanígy van. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy a 2010 óta készített állami költségvetéseknél a 2014-ben például egyszer volt módosítva. Tehát minden ellenkező híresztelésre szemben azok a számok, azok az előírások, amik az országos költségvetésben, az állam költségvetésében szerepeltek, ezek teljesültek, és a módosítások azok kisebb jellegű módosítások voltak. Így lesz ez az idén is, a 2015-ös költségvetés módosítása jelenleg folyik. Arról talán annyit érdemes elmondani, hogy ezek általában a banki bevásárlások és a magyar állam 15%-os részesedést fog vásárolni az Erste Bankba, ezt kell átvezetni, illetve néhány kisebb tételt. Ezek közé tartozik, ami örömteli számunkra, hogy az útépítést költségeit a magyar költségvetés megemeli a saját forrásból történő útépítést, amiben a 44-esünk azt lehet mondani, hogy első helyen szerepel. És erre egy kis plusz költséget tesznek. El kell még annyit talán mondani, hogy az általános elve az állami költségvetésnek, a kormány költségvetésének az, hogy a fogyasztást terhelő adókat általában megtartja vagy növeli. Most ennek egy picit ellentmond az áfa csökkentés a sertéshús esetében, de erre külön kitérünk. És a munkát terhelő adókat, tehát az SZIA-t és a munkáltatókat terhelő adókat csökkenti. Ennek az a filozófiája, és talán itt annyit érdemes elmondani, hogy ebbe a körbe tartozik az a korábban viszonylag nagy port felvert intézkedés tervezet is. Mindenféle kártyákat, tiketteket, egyebeket, amit jövedelem pótlóként vagy jövedelem kiegészítést kapunk, ezeknek a megszüntetése is tervben van úgy, hogy mindenki azt a bért kapja meg, ami ezekkel együtt kiegészítő bérként szerepel, de készpénzben. Most a készpénzt úgy tessék érteni, hogy a banki átutalás van mindenütt, tehát hogy mindenki készhez kapja a pénzt, és ő döntse el, hogy mire kívánja fordítani. Bizonyára önök előtt is ismerős a példa, hogy szeptemberben nem biztos, hogy valaki wellness hétvégére kívánja elkölteni a különböző kártyánkhoz adott többletjövedelmet, mert neki a két gyermek induló, tanév induló költségeinél két pár sportcipő, vagy tornafelszerelés, vagy egyáltalán jószer, egyebek beszerzése sok fontosabbnak tűnik a saját költségvetésében, mint hogy erre költse. Természetesen szabad a pálya, de az elvek arra mutatnak, hogy mindenki kapja készhez a pénzt, arra fordítsa ezt a pénzt, amire szeretné, és vegye azt tudomásul, hogyha valami, most ugye volt itt szó 30% fölötti áfákról is, például a ékszer vagy nagyértékű gépkocsik esetében, akkor ez terhelje egy nagyobb, ezt csak azért mondom, hogy a példa érthető legyen, az egy nagyobb fogyasztási adó terhelje, és az alapélelmiszereket vált sertéshús, kenyér, gabona, stb. Kéréknél pedig egy kisebb áfa terhelje, és ennek megfelelően saját magunk döntsünk arról, hogy milyen fogyasztási szerkezetet állítunk össze. Ez a filozófiája az egész 2010-től majd 2018-ig terjedő adó rendelkezéseknek. Annyit érdemes tudni, hiszen önök gyakorló gazdasági, mezőgazdasági és egyéb szolgáltatásokkal foglalkoznak, hogy ezeknek az áfa csökkentéseknek gazdaság fehérítő szerepük is van. Ugye a legelső jelzés az a gabona áfájának a csökkentéséről szólt, tudik visszaélnek ezzel. Most ugye a sertéshús a következő, mindenki tudja, hogy Magyarországra rendkívül sok külföldről érkező sertéshús jön, aminek az áfája az, és akkor talán érdemes arra kitérni, hogy miért van ez az EKR rendszer, tehát ez az elektronikus közúton követhető járműkövető program. Nos, ez is. Tehát ugye ma is olvastunk, vagy tegnap olvastunk a hírekben, hogy Hegyeshalomnál belép egy olyan rendszámú, szomszédország egy rendszámú gépjármű, amiben több millió forint értékű ismeretlen eredetű élelmiszer van. Most a minőségről ne is beszéljünk, de ezen se áfa, semmi nincs. A sertéshús áfájának, ugye ez most tőkehúsról beszélünk, a hasított félsertési, amiből a legnagyobb idézőjelben disznóságok jöttek ki, az már az elmúlt év végétől, az idei év elejétől életben volt, tehát a hasított félsertési 5% volt, most a tőkehús, tehát amire bevegyünk a henteshez és megvásároljuk, annak fog az áfája csökkenni, azon okok miatt is, amit polgármester úr mondott, ösztönözni a termelést,
és tisztában rakni a helyzetet, de azért is, mert a gazdaság fehérítésének egyik állomása ez is, hogyha alacsony az áfa, akkor kevésbé merül föl az, hogy esetleg más úton szerezzenek be a magyarországi forgalmazók sertéshúst. Ide tartozik, hogy miért csak a sertéshús, miért nem a többi, és miért nem gyorsan. Ez a ezt mondjuk kezdjük az SZIA. Az SZIA 1%-os 16-ról 15-re történő csökkentéssel 120 milliárd forintos éves kiadású csökkenés, bevétel csökkenés jelent az állami költségvetésnek. A magyar állam költségvetése 15-16 ezer milliárd forint per év. Azért ott a számok azért mutatják, hogy ez nem kis szám. A rendkívüli helyzetekre félretett pénz 100 milliárd forint. Tehát nagyjából az SZIA 1%-os csökkentése azt jelenti, hogy a tartaléknak megfelelő összeggel esik ki az állami költségvetésből egy ilyen összeg, és minden olyan megállapítás, hogy le kellene vinni azonnal és most egy számjegyűre, megalapozatlan, mert ezekkel a számokkal egyszerűen ezt a bevétel kiesést nem lehet pótolni. A sertéshús áfájának a csökkentése 25 milliárd forint. Ez is azt jelenti, hogy a Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, mert hívjuk az egyszerűség kedvéért így, bérlegelni kell, hogy az áfa csökkenése, most kizárólag állami pénzügyek költségvetés szempontjából, a bevételi oldal kiesése vajon kompenzálódik-e a többletfogyasztással, a gazdaság kifehérítésével. Ez borzasztó sok tanulmány készült, és ma úgy tűnik, és ezért van egy lépcsőben jelenleg csak a sertéshúsé, úgy tűnik, hogy talán a kettő kompenzálódik. És miért nem a baromfi? Ugye jött a hír arról, hogy a baromfi fogyasztása nagyobb, mint a sertéshús fogyasztása, és ott talán indokoltabb lett volna, fél kilóval több ez. És azért a most a mi vidékünkre lefordítva azért a sertéshús fogyasztás azért még mindig domináns. Magyarországon fél kilóval több baromfit fogyasztanak éves szinten, mint sertéshús. A másik része teljesen jogos, hiszen a sertéshús mellett a baromfi hús meghozatalon is vannak, illetve a tejtermékeken, ugye ezt nagyon jól tudjuk, a tejet magán sok olyan külföldről illegálisan behozott áfa nélküli termék, amivel a magyar tejtermelők küzdködnek, de ez majd egy következő lépés lesz. Tehát a fokozatosság elvé, illetve egyszerre egy olyan lépést tud megtenni a magyar gazdaság, aminél ilyen mértékű kiesések, bevétel kiesések mellett hogyan lehet ezt fokozatosan és lépcsőszerűen bevezetni. Én úgy gondolom, hogy ezek a háttérinformációk, ezek a talán egy picit máshogy megvilágítva a kérdéseket segítenek abban mindenki abban, hogy tisztálláson és reálisan lásson minden ellenkező ígéretekkel szemben. Még egy dolog van, ami a vállalkozókat, a gazdálkodókat, a gazdasági tevékenységet, folytatókat érinthet, ez pedig a állami szolgáltatások illetékek díjának a csökkentése. Folyik egy államháztartási államreform bizottsági felmérés, itt lehet véleményeket is kellő tisztelettel várjuk is, kérem, hogy juttassák el polgármester úr az jegyzőasszonyhoz azt a véleményt, ahol felesleges illetékekről, állami bevételekről tudnak. A útkor együtt ültük a polgármester úrral végig a agrárkamara ülését, hogy fölmerült, hogy a tűzgyújtással, a tűz tardó történő tűzgyújtással, annak kezelésével kapcsolatban felesleges és nagy illetékeket rónak ki. Ilyenekre gondolunk, mert 10 milliárd forintot különít el majd 2016-ban a magyar költségvetés, hogy ezeket az illetékeket, tehát magyarul a felesleges költségeket, ami bosszantanak, amik valamilyen ok miatt bekerültek a rendszerbe, ezeknek a csökkentéséről van szó. Ez megint egy olyan lépés, ami jelképes, hiszen a 10 milliárd forint egyik oldalról, nagyon sok másik oldalról pedig lehet, hogy ennél lényegesen több az a költség, ami jogos. De ebben, hogyha van észrevételük, akkor azt szívesen látjuk, mert azon véleményezési szakaszban vagyunk, amikor a felesleges állami szolgáltatási díjakat vagy illetékeket megfelelő mértékű észszerűsítésre, ahol nyilván nincsenek költségei, amit meg kell téríteni a kérelmezőnek, ezeket le lehet csökkenteni egy nagyon normális és nagyon észszerű szintre. Ahogy látszik,
néhány percben is már annyi témát föl lehetett vetni, hogy egy délután beszélgethetünk csak úgy egy-egy eleméről. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabbakat elmondtuk. Még talán annyit érdemes tudni, ami bennünket érinthet, átlag állampolgárokat, vállalkozókat, hogy bankadó csökkenésének a kérdése közismert, hogy megegyezett a magyar kormány a bankokkal, hogy amennyiben 2016-ban eddig olyan 0,5% körül volt a bankadó, ez most lemenne 0,3%-ra, tehát 0,5-ről 0,3-ra, amennyiben az illető bank hajlandó a lakossági és a gazdasági élet szereplőinek megfelelő szintű hitelt nyújtani, megfelelő kamatszint mellett. Amennyiben ez teljesül, akkor a bankadó ezzel a értékkel csökken, de feltétele az, hogy ezzel a feltétellel, magyarul a támogatással, észszerű kamat támogatással ösztönözze a banki szféra is. Azt tudomásul kell vennünk, hogy hitel nélkül, hitelezés nélkül, banki hitelek, vagy egyéb pénzintézeti hitelek nélkül, most tessék levenni a Questor meg az egyéb esőcsináló mágusokat, hanem csak a normál fair bankokról beszélünk, hogy észszerű kamatszint mellett tudnak segíteni és ösztönözni akár mezőgazdasági, akár ipari, akár egyéb termelést egy észszerű és normális banki kamatozás mellett. Nagyjából ezek a fő irányok. Nyilvánvaló, hogy nem függetlenedheti magát Magyarország a külső körülményektől, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy a szomszéd országban háború dúl, és ilyen háború már nem is olyan régen, 10-20 évvel ezelőtt már a másik határunknál is volt, ez mindig egyfajta bizonytalanságot okoz. Ami biztató, amit talán itt elmondhatunk, hogy a oroszokkal történő különböző gazdasági jellegű tárgyalások, ellenőrzések, ugye itt a kéknyel, meg egyéb betegségek kapcsán történt hatósági élelmiszer, hatósági ellenőrzések pozitívan fognak zárulni, és ha az embargó valamennyivel szűkül, akkor az embargós termékek kinyitásánál a mezőgazdasági termékek elsősorban fognak szerepelni. Itt a gabona és a húsvélékre gondolunk, ami abból a szempontból lényeges, talán itt már visszakötve és lezárva a gondolatot, hogy a sertéshús áfája miért változik és hogyan. Ebben reménykedhetünk, és akkor az élelmiszer kivitel, tudjuk a magyar GDP növekedés, azaz a gazdaság fejlődésének az egyik motorja az élelmiszer gazdaság, a mezőgazdaság főképpen, és hogyha ez fejlődik és megy előre, akkor a magyar gazdaság általában is fejlődik. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen a szót. Köszönöm, képviselő úr. Én kérdezném a önkormányzati képviselő urakat, felegyeket, hogy van-e valakinek esetleg kérdése a képviselő úrhoz, illetve az elmondott témához. Amennyiben nincs kérdés, hogy a teremben jelenlévőknek esetleg van-e kérdése a képviselő úrhoz. Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm a képviselő úrnak, hogy megtartotta ezt a mai rendkívüli sajtótájékoztatót, és akkor ezt a sajtótájékoztatót ezzel befejezetnek tekintem. Köszönöm szépen!